Az új pécsi megyés püspök Felföldi László Baranyát és Tolnát is szeretné megismerni, hiszen, mint mondja, nem csak őt nem ismerik itt, hanem számára is ismeretlen ez az egyházmegye. Nyíregyházán plébánián dolgozott eddig, és a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében általános helynökként tevékenykedett. Nagyon köszönöm a lehetőséget, mert azt gondolom, így tudok az itt élő emberekhez szólni, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ismeretlenül jöttem. Nem csak én vagyok ismeretlen a pécsi egyházmegyének, Baranya-Tolna megyének, hanem nekem is minden ismeretlen. Tehát én a pécsi egyházmegye életét nem kísértem, bevallom, nem követtem. A saját Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye plébános voltam, a plébániám élete teljesen lekötött, és hát most kezdek ismerkedni, együtt gondolkodni, területet. Egyelőre még a hivatalt látom csak, de hosszú távon nagyon szeretném a területet, mindkét megyét megismerni, a plébániákat, az embereket, a vezetőket, akár az intézmény, akár a politikai vezetőket, és találkozni az emberekkel. Szeretném az én nyitott szívemet hozni, adni, és nagyon bízom benne, hogy ugyanígy nyitott szívekkel fogok itt találkozni. Felföldi László leginkább lelki, közösségi építkezést tervez. Az adottságaiban nagyjából, ahogy most megismertem az itteni megyéket, nagyjából ugyanaz. Nehéz körülmények vannak ott is. Az embereknek munka, állás lehetőség szempontjából sok-sok próbatételen mennek keresztül. Ami nagyon különleges a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyének, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Bereg megyének, az az ökumenizmus. Az egy specialitás annak a területnek, ott szinte minden faluban 2-3 templom van, református, evangélikus, görögkatolikus, római katolikus. Nyíregyháza például egy ilyen etalonváros, ahol minden egy történelmi egyház erővel, azonos erővel van jelen. Az építkezések ott is ugyanúgy most a lehetőségek megvoltak, és tudom, hogy itt is nagyon sok gyönyörű felújítás, új kezdeményezések születtek. Én nagyon hálás vagyok az elődömnek, hogy ezeket megszenvedte, elvégezte. Én szívem szerint a lelki közösségi építkezésre szeretnék figyelni, és abban jobban, mélyebben ott lenni. Egyrészt azt gondolom, hogy az jobban profilom is, de azt látom fontosnak, hisz a jövő az minden közösségnek, egy-egy falunak, városnak, egyházközségnek, az a közösségben van, a család, az emberi közösségekben, és ezt kell nekünk építeni, erősíteni, segíteni. Pécset 2019. január 1-ével új plébánia alakult, most a közösségépítés zajlik. Én azt gondolom, ez a legszebb ajándék egy pap életében, egy egyházmegye életében, mert az új, az mindig lendület, abban mindig erő van, gazdagság van. Én azért tudok erről nagy szeretettel beszélni, mert Debrecenben én egy lakótelepi templomban voltam plébános, ahol, bocsánat, nulláról indultunk. Tehát nem volt templom, építettek egy templomot, utána lett plébánia, és néhány emberrel kezdtük a közösségépítést, és egy nagyon-nagyon szép, dinamikus, élő közösség született ott a lakótelepen. Tehát nagyon hiszek ezekben a kezdeményezésekben, és nagy-nagy jövőt látok benne. Az új pécsi püspök azt szeretné, ha a rendkívüli időszak rendkívüli helyzetében együtt találná meg az itt élőkkel az utat, hogy mindenki a maga területén ezzel az örömmel, ezzel a lelkesedéssel tudjon szolgálni. Az ember életének a igazi nagy mutatója, hogy hogy bírja a szenvedést. Ez most egy ilyen nagyon nagy próbatétel. És szívem szerint azt mondanám, hogy nagyon-nagyon ott kell lenni most mindenkinek, fejben, szívben, hogy a család ne azt érezze, hogy mi nincs, vagy milyen lehetőséget veszítünk, hanem hogy mit nyerhetünk. Én ott az én területemen hallottam, hogy a kovászt ajánlották egymásnak, és vitték a szomszédba, barátnak, ismerősnek, hogy süssél igazi kovászos kenyeret.
óriási kincsek is vannak ebben. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a családok magukra találjanak. Megtalálják a saját hangjukat, és itt most óriási súly van az édesapákon és az édesanyákon. A férfiaknak, hogy az erőt, a biztonságot, a békét képviseljék, és az anyukák, a feleségek pedig, hogy az anya sütijével, az anya főztjével, az anya szeretetével töltsük meg az ünnepet, töltsük meg az asztalunkat, a szívünket. Ezt újra kell sok embernek kitalálni, újra kell felfedezni, de pótolhatatlan ajándék lesz, ha magunkat merjük ebben az ünnepben ajándékozni, és most ez a bezártság erre mondhatom, hogy kényszerít, de mondhatom azt, hogy ebben hihetetlen segítséget fog adni minden családnak. Bízzanak egymásban, magukban, és csak azt kell nézni, hogy jót játszunk, jót beszélgetünk, jót sétálunk, együtt vagyunk, és a közösség, a család örömét éljük meg, akkor meg fogjuk tapasztalni ennek a nagyon nehéz időnek az ajándék részét is, amit csak ezáltal ismerhetünk föl. Én nagyon sok családot látok megerősödni, boldogabban, gazdagabban élni, egymásra jobban figyelni, mert most időt kaptunk egymásra. Az új főpásztor püspökké szentelése és beiktatása 2021. január 6-án a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében lesz a pécsi székesegyházban.